Mit fogsz megtanulni, és hogyan fogsz fejlődni a mentorprogramban? A fejlődésed az két irányú lehet. Lehet egyszer horizontális, és lehet vertikális is. Mit is értek ez alatt? Megosztom a képernyőt és mutatom. Horizontális fejlődés alatt azt értem, amikor különböző eszközöket és technikákat tanulsz meg. Érdemes a grafit rajzolással kezdeni, majd jöhet az inverse rajzolás és háromszín technika, ha érdekel a színes ceruzák, porpasztelkréta, akrilfestés, olajfestés, akvarelfestés és vegyes technikák. A mentor programban ezt mind-mind megtanulhatod. Mit is értünk vertikális fejlődés alatt? Vertikális fejlődésnek az a célja, hogy ne csak másolni tanuljál meg, hanem saját egyedi alkotásokat hozzál létre. Ennek is megvannak a maga lépcsőfokai. Az első lépés az, amikor reprodukciós képek alapján kezdesz el másolni. Ebben az a jó, hogy megismered az adott eszközre jellemző technikát, ezt nagyon könnyen le lehet lesni a mások által megfestett vagy megrajzolt képekről. A következő lépés, amikor fényképről kezdesz el rajzolni vagy festeni, ebben az a nehézség, hogy neked kell kitalálni az ecsetkezelést és a tónus technikát is. A harmadik lépés a nagyítva rajzolás, amikor már nem egy az egyben másolsz le valamit, hanem felnagyítva. Ez egészen más látásmódra van szükség, mint amikor egy az egyben rajzolsz vagy festesz le valamit. A következő lépés az élőből rajzolás, úgy, amikor a modell ott ül előtted, vagy úgy festesz le egy tájképet, hogy kint ülsz a Dunaparton. A következő lépés az egyéni stílusoknak a megtalálása. A mentorprogramban 5 különböző stílus mutatunk meg neked. Ötvözzük a realisztikus festést a lakrélöntéssel, ötvözzük a kubizmussal, a kollás technikával, sok-sok egyéb módszert mutatunk még neked, hogy tudod a referenciafotót úgy átalakítani, hogy saját egyedi alkotásokat hozzá létre. És a hatodik nekem a kedvencem, a karikatúra, rajzolás, illetve festés. Várunk a mentorprogramba, csatlakozz!